Sziasztok! Köszöntelek titeket a vlogomon, ahol elérkeztünk a harmadik vloghoz, ami nem más, mint a 20 random tény rólam. Na hát én annyira készültem nektek, hogy még két helyre is felírtam, hogy miket szeretnék mondani, amit senki nem tud rólam, vagy talán csak a családom és a legközelebbi barátaim, úgyhogy remélem izgalommal várjátok, hogy mik ezek a tények. Szóval az első random tény rólam, hogy elképesztően finnyás vagyok, elképzelni nem tudjátok, hogy mennyire. Szerintem el tudnék élni életem végéig csirkén meg rizsen. Hát nem elég, hogy finnyás vagyok, de néha még a konyha sem szeret, mert hogyha szeretnék a finnyáságomhoz passzoló ételt készíteni, a konyha nem mindig a barátom. Volt erre egy nagyon jó példám, egyszer pirítós szerettem volna sütni, és nem elég, hogy a pirítósom az odaégett, de a sütő is tönkrement. A harmadik random tény, hogy 1-től 8. osztályos koromig én elképesztően fiús voltam. Én csak fiús ruhákat hordtam, csak fiú barátaim voltak. Egyszerűen a lányokkal nem jöttem ki jól. Ebből kifolyólag a negyedik random tény, hogy sokkal több fiú barátom van, mint lány. Ötödik, hogy hiszek a fiú-lány barátságban. A hatodik random tény, hogy nagyon szeretek sportolni, szinte mindent kipróbáltam. 19 éve síelek, snowboardozom, ezen kívül röplabdáztam, kézilabdát kipróbáltam, birkózást is, de még a boxolást is. A sportosságomból kifolyólag képtelen vagyok megülni 5 percig. Konkrétan ez a videó is azért lett mászkálós, mert így legalább mozgok közben. Hát a 8. tény rólam, hogy én mindenhonnan elkésem. Láttam egyszer olyan posztot a Facebookon, hogy én még onnan is elkések, ahova nem is időpontra mentem. És ez annyira tetszett, hogy hát, nagyjából azóta ezt már mindenki mondja nekem. Egy királynő sosem késik. Mindenki más jött túl korán. A 9. random tény, hogy nem vagyok egy hőszerelmes típus. Nem várom, hogy minden sarkon felbukkanjon egy szőkeherceg fehér lovon, aki velem szeretne elmenni, és valójában a sötétebb hajúakat szeretem. A 10. az az, hogy nagyon szeretem a zenéket, és van egy olyan rossz szokásom, hogyha megtetszik egy zene, képes vagyok akár 2 napon át is azt hallgatni. És nem elég, hogy 2 napig ezt hallgatom, de a családom megunja körülbelül fél óra után, majd a második napon én is ráunok. A 11. random tény az nem más, mint hogyha külföldre megyek, akkor mindenki Selena Gomeznek vagy Adriana Limának néz. Ehhez van egy nagyon jó sztorim, ugyanis amikor Ciprusra elmentem egy ismerősömmel, úgy kerültem fel egy luxus bulira, hogy Selena Gomeznek néztek, és egyszerűen nem tudtam elmagyarázni, hogy én nem ő vagyok. De attól még jót bulisztunk. A 12. random tény, hogy nincs lyukas fogam. Nos, hát a 13. tény rólam, hogy igencsak jól lövök. Ugyanis a papám vadászott, apukám pedig a seregben lőtt, nem is akárhogy, ezért már kiskoromban megtanítottak arra, hogy hogyan tudok jól lőni. Fiúk, vigyázzatok! A 14. az nem más, mint hogy én hogyan is tanultam megúszni. Hát beleestem egy medencébe 3 évesen, ahol apukám a medence szélén állt, hogy na vajon most kiúszom, vagy utána ugorjon. De mire eldönthette volna, addigra én már kijöttem, és azt mondtam, hogy apa, megtanultam úszni. A 15. random tény az nem más, mint a becenevem. Apukám kiskorom óta Tücsinek becéz, ami rám ragadt. Bárhova megyek, szomszédság, iskola, barátok, Tücsi, figyelj, és már megyek is. De ha külföldön vagyok, akkor nem más a becenevem, mint hogy Vic. A 16. random tény az nem más, mint a szemem színe. Senki nem tudja megmondani, milyen színű. Az időjárástól, hangulattól, bármitől változik a színe, úgyhogy nagyon sokszor, ha fotózáson vagyok, a fotósok azt mondják, hogy vámpír vagyok. Lehet, hogy tényleg? A 17. random tény az az, hogy van egy műtéti hegem. 7 éves koromban sérben műtöttek. A 18. random tény rólam, hogy laktózérzékeny vagyok.
De ezt olyan szinten képes vagyok elfelejteni, hogy amikor megeszek egy fagyit, utána jövök rá arra, hogy áucs, ezt nem kellett volna. A 19. random tény az nem más, mint hogy nem vagyok haragtartó. A 20. random tény az pedig nem más, mint hogy szeretem a kihívásokat, és tudok küzdeni a céljaim eléréséért. Köszönöm, hogy tetszett ez a kis videó rólam, és jobban megismerhettetek. Úgyhogy praclival, a kutyusommal mi most búcsúzunk tőletek. Ha tetszik ez, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel, és kövessetek az Instagramon. Sziasztok!